Hogy bírja ezt a magánélet? Tudom, hogy erről nem nagyon szeretsz beszélni, ezért próbálom ilyen nagyon... Igen, könnyű rá válasz, hogy nincs magánélet. Aha. Tehát hazamegyek, és gyakorlatilag nagyon sokszor az van, hogy befekszünk egymás mellé, és alszunk. A nap lemegy a parton, fejed vállamra hajton. Azért nagyon különleges a dal számomra, mert az öcsém írt egy nagyon hosszú prózát, amit átküldött nekem. Eleinte nagyon tartott tőle, hogy hát ugye nem jó rá, mondtam neki, ne foglalkozz vele, csak írjad a gondolatokat. És olvastam, voltak benne nagyon jó gondolatok, és akkor eljutottam tulajdonképpen a Fúj minket a szél című dalunknak a refrénjéig, amit egy az egybe az öcsém írt meg, és akkor így szépen bekarikáztam, hogy jó, ez megvan a refrén, mert ahogy elolvastam, láttam magam előtt a képet, és azt onnan kihúztam, és hozzáírtam gyakorlatilag a verzéket, a bridge-et. Ugye az látszik a klipben, és egyébként amit Indiának és csapatának köszönhetünk, hogy ennek az egésznek az atmoszférája nem arról szól, hogy milyen egy friss szakítás, hogy kinek fáj jobban, hogy egymásra licitálna a két fél. Nem is feltétlenül egy friss szakítást követő visszaemlékezésről beszélünk, hanem egy már elmúlt kapcsolat, ami valamilyen oknál fogva véget ért, valószínűsíthetően nem háborúval, vagy hogyha mégis, akkor azóta már boldog békeidők vannak, de ugye jóra gondolni vissza. Most már jön a tavasz, ezt most már leszögezhetjük, tehát a madárdalból, az ébredő földnek az illatából most már ez abszolút kiderül, úgyhogy jönnek a fesztiválok, sőt, hogyha a tévéműsor ugye családbarát, akkor ott is szokott lenni azért kitelepülős nyári verzió. Hogy fogod ezt tudni megugrani? Néha, hogy könyv szökik a szemem, amikor ránézek a naptárra, mert nem hiszem el a következő napot, hogy ennyi minden egyáltalán belefér, de ha egy pici ideje van az embernek, akkor viszont muszáj pihenéssel tölteni, mert tavaly elkövettem azt a hibát, hogy egy hasonló időszakot követően nem foglalkoztam azzal, hogy visszatöltsek, és meg lett az eredmény. Hogy bírja ezt a magánélet? Tudom, hogy erről nem nagyon szeretsz beszélni, és ezért próbálom ilyen nagyon... Igen, könnyű rá válasz, hogy nincs magánélet. Aha. Tehát hazamegyek, és gyakorlatilag nagyon sokszor az van, hogy befekszünk egymás mellé, és alszunk. Tehát jelen pillanatban az elmúlt hónapok, meg a következő egy-két hónap az így néz ki. És akkor ez tolerancián múlik, Freddy? Tolerancián is múlik, meg azon a fajta elfogadáson, hogy tudja, hogy milyen időszak van. Aha. És tudja, hogy lesz majd olyan, és amikor egyébként ez kicsikét könnyebb lesz. Most, hogyha csak nevén nevezem, amikor március 7-én a Dal című műsorban kicsengetnek, akkor azt már tudom, hogyha egy adott szombaton esetleg koncert nincsen, akkor az végre szabad. De most ezekben a hetekben, ebben a másfél hónapban a szombatom az reggeltől késő estig tart. Élvezem ezt a fajta foglalkoztatottságot, nyilván az ember a balanszra törekszik, amit nagyon-nagyon nehéz elérni, de az tény és való, hogy magánéleti szempontból kell egy olyan társ, aki megérti azt, hogy egyáltalán nem kiszámítható az ember élete. Ha lehetőséged lenne most ezzel a tapasztalattal, választanád ugyanezt az utat? Ha úgy kezdhetném el újra a karrieremet, hogy annyit tudok, mint amennyit most, akkor teljes nyugalommal elkezdeném. De hát ugye filozofálgathatunk itt, de hát nyilván most is azért tudok ennyit, meg azért vagyok itt, mert ez az elmúlt 4 év megtörtént velem. De ez nem jelenti azt, hogy az elmúlt 4 évet különösebben élveztem volna, attól függetlenül, hogy voltak benne természetesen jó pontok. Azt viszont nem sok mindenkinek adnám kölcsön szívesen. Hát bízom benne, hogy a következő 4 év az egy, amellett, hogy jóval kiegyensúlyozottabb éveket fog hozni, amilyen emberré váltam, amilyen vezetője vagyok a zenekarnak, amilyen emberek engem körülvesznek, az engem most arra enged következtetni, hogy jó úton haladunk. Manna FM. Örömre hangol.